Всем привет! Меня зовут Тамаш Галь, я приехал из Венгрии в Россию. Я был мероприятие, это называется Масленица. Это праздник очень традиционный, известный праздник в России. В этом видео я покажу вам, что я видел в центре города, а потом я расскажу вам, как мы отмечаем этот праздник в Венгрии. Népzenei és néptánc előadásokkal búcsúztak a téltől március 2. vasárnapján a Péter Pál erődben. A hideg ellenére több százan voltak kíváncsiak a hagyományos tavaszváró farsangi rendezvényre Szentpéterváron, sokan még táncra is perdültek. A város fő maszkorás parádián sem az idősek, sem a gyerekek nem unatkoztak, a kicsiket például bábszínház várta. Az ugráló kötelezés és bábkészítés mellett kézművesség, forró tea és palacsinta várta a családokat. Idén is nagy volt az érdeklődés a kézzel készített szalmabábok iránt. A szabadtéri rendezvényen elégették a telet szimbolizáló kiszebábot is. Országszerte ilyenkor ünneplik a farsangi ünnepeket, amely a tavasz eljövetelét hirdeti. Péterváron a hagyományos népi fesztiválokat a Zajácsem-szigeten és a város parkjaiban tartották meg, emellett egésznapos kiállítások és esti koncertek szórakoztatták a közönséget. Európában is számtalan népszokással találkozhatunk ilyenkor. A magyarországi Mohácson például dudával, kereplővel és maskarákban űzték el a telet. Az országban az egyik legnagyobb népi hagyománynak számító busójáráson 80 program várta az embereket. A busó viselet jellegzetes kelléke az állatvérrel festett, fűszfából faragott faállarc és birkabőrbunda. A több mint két évszázados népszokást a balkáni eredetű sokácok hozták magukkal. A monda szerint az őslakosok az éjleple alatt a Dunán átkelve, ijesztő állarcokat viselve űzték ki a babonás törököket Mohácsról. Az ötnapos rendezvényen farsangi felvonulás, népdaléneklési verseny, néptánc előadások és kézműves foglalkozások is voltak. A fesztivál 10 éve szerepel az UNESCO szellemi kulturális örökség reprezentatív listáján. Az évfordulón idén rekordszámú 1600 maskarás lépett fel. A műsor további elemei a partaszállás és a telet jelképező koporsó vízre bocsátása volt. A rendezvény a koporsó elégetésével zárult. Если вы отправитесь в Венгрию, не пропустите традиционную еду, вино и красивых девушек. Спасибо за внимание. До свидания.